szerint csak én is hullok. Nagyon nagy ajándék az egy színésznek, amikor egy darabban bejárhatja ezeket a hatalmasokat színpadon, mert amúgy is bejárja kis szereppel, csak civilben. A depressziót, a mérkőzést. Kilátszik a kezed, Vita Peti, köszi. Nézzen ki nyugodtan, nézz ki. Itt vagyunk az Advall cég irodájában, imás képeket készítünk. Csabi, te kinézel, te meg Győzöl, jössz errefele felénk. Úgynevezett beállított standfotókat, imás képeket készítettünk arról, hogy a sajtókampány, illetve a sajtó megjelenések a bemutatóig is ugye valami fajta optikai tuninggal el lehessenek látva. Meg vagyunk? Jó, Győzöl, gyere ide középre. Szerintem más szemben. Mondjad, Buzsó! Győzővel együtt megyünk. Egybe megyünk. Cigit? Dehogy. Csak bekészültem a kellékkel. Ilyen kollégákkal, mint a Győző, könnyű. Visszerem mindig a jelenben. Szervé Tibor. Szervé Tibor. Csak elmegy. Sürgetél. Furcsa módon ebben a helyzetben empátia útján lehet segíteni. Empátia, figyelem, kis ravasság. Történetírói ravasság. Nagy színpad legyen férfi fotós próbája, harmadik figyelmeztető legyen férfi fotós próbája. Gabival szerintem már nagyon jól érezzük a jelenetekben magunkat, mert én főleg ugye a Gabival vagyok, és tök jó kapcsolatunk van. Soha nem képzeltem volna, hogy ilyen feneke van pillanat. De hanem, hogy nem egy fenékkel állunk szembe, hanem egy problémával. De attól még látjuk a fenek, jó. Fel kell készülni a legrosszabbra. Tehát, hogy amikor fotós próba van, akkor tulajdonképpen, ha a végszavakat meghallom, akkor nagyon jó, mert a kattogás reméljük nem nyomja el. Egyen meg így! Szép gyerekek, maga fiait? Nem a fiait. Hát a legkérdő. Én tudom szerintem, hogy hol fog. Én hallom a nevetés, hogy hol fognak nevetni majd. Beszélgettük. Gasztronómiáról főleg. Ha kirúgnak egy homoszexuális, az úr szertján. Egy menő étterem. Egy jó, tökös bélszín. Csuda egy cég lehet. Ilyet, hogy az összes rögbiák nagyszerű színészek, és az, amit én itt eltöltöttem időt, az számomra egy örömteli idő volt. Szeressétek ezt a darabot, meg egymást.